Nemzeti Tehetségprogram keretében megvalósuló Pásztor Tűz című pályázati projekt megvalósulása a Madarász Imre Egyesített Óvodában. Az Emberi Erőforrások Minisztériuma megbízásából az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő által meghirdetett a köznevelési és kulturális intézményekben működő tehetséggondozó programok támogatása című NTP-MKÖ-16-0073 pályázati azonosító számon szereplő Pásztor Tűz elnevezésű nyertes pályázat 2016. szeptember és 2017. május között valósult meg a Madarász Imre Egyesített Óvodában a Nemzeti Tehetségprogram keretében. A nyertes pályázat megvalósításához nyújtott pénzösszeg 950.000 forint. A pályázati program a Csokonai úti óvoda Aprólábak néptánc, a Kuthen úti óvoda Iglice zenei és a Zöldfa úti óvoda Szóra Katinusz anyanyelvi tehetségműhelyei vettek részt 30 gyermekkel, Penini Kecskeméti Anna, Galsi Nagy Andrea és Tóth Jánosné tehetséggondozó óvoda pedagógusok vezetésével. A 60 órás program célja, hogy a gyermekek ismerjék meg szűkebb és tágabb környezetünk ünnepi alkalmaihoz kapcsolódó népszokásokat, népi játékokat, egyszerű táncos mozgásformákat, meséket, mondókákat és verseket. A népi hagyományok gazdag tárházából a gyermekek életkorának, fejlettségi szintjének, érdeklődési körének megfelelő lehetőségek biztosítása. A népi kultúra iránti tisztelet a családok összetartó erejének hangsúlyozásával, a néphagyományok megismertetéseinek megteremtése, azokhoz való kötődés elősegítése. Formálódjon magyarság tudatuk, a szülőföldünk iránti szeretet megvalósítása. A közös élmények, melyeket biztosítottunk, Hunlovarda, Gazdasági udvar, Hortobágyi Nemzeti Park, Szélmalmi Fogadóház erősítették a közösséghez tartozás érzését. A művészeti élmény kiegészítések népi iparművészek segítségével, mint sajtkészítők, csipkeverők, kunhímzők, ízőrzők, a gyermekek élményhez jutatásának a segítése. A hagyományőrző jeles napokkal, élménygazdag programjainkkal közel hoztuk gyermekeinkhez a népi kultúra értékeit. Saját élményű tanulással, állatok megfigyelése környezetünkben, pásztor élet táncainak elsajátításával, mesével, verssel, tánccal váltak a gyermekek nemzeti értékeink ismerőjévé és tisztelőjévé.